rohamjárőrök. Közelebbről is megismerhetjük Durham és Cleveland legelszántabb rendőreit. A brit rendőrséggel készített akciódús felvételeknek köszönhetően. Megnézhetjük, ahogy levadásszák és rács mögé dugják az ország legproblémásabb régióinak rossz fiúit. Lesokkoljam! Villámgyors járőrautókkal, képzett kutyákkal, térdre! És lőfegyveres rendőrtisztekkel. Rendőrség! Ha a helyzet elfajul, a rohamjárőr beindul. Kifelé, a földre! Ilyen egy átlagos nap. A mai adásban egy kutya forró nyomon, egy rátarti bérlőre rátörik az ajtót. Rendőrség! És egy gyanúsított dürohamot kap. De őrizetbe vesz a semmiért! Rohamjárőrök. Észak-Kelet-Anglia. Bányászatára és hajógyártására büszke vidék. És mint bárhol az országban, itt is dúl a bűnözés. Családon belüli vitáktól kezdve, bolti tolvajokon át, a közúti bűnözésen keresztül a betöréses lopásokig. Kivonulunk a völgybe, mi birkózunk meg mindennel, a tiltott vadászattól a báránylopásig. Nap mint nap mindig más. Cleveland és Durham rohamjárőrei keményen fellépnek a betörések ellen. Egy ideje bőven van is esélyük bizonyítani, közel 9000 esetben. Paul Faulkner őrmester, elszánt figura. Ha valaki betörne a házunkba, és össze-vissza fogdosná a családom holmiát, attól nagyon kiakadnék. Ma este a kollégája Jimmy Greaves, a zsaru nem a focista, egy Middlesbrough-ból jelentett lopáshoz megy ki. És ez nem rutin feladat. A betörő még valahol a környéken van. Megkísérelt betörni egy házba, vagy a közeli építés alatt álló ingatlanokba. Így most a helyszínre tartok, és megpróbálom minél előbb elfogni. Jimmy Greaves, álmai autója Bugatti Veyron, kedvenc filmje a Vaskabátok, kedvenc humoristája Kevin Ridge, a Sunderland rajongó Jimmy 7 éve szolgál a rendőrségnél. És ki lenne jobb segítség az embervadászatban, mint a kutyája? Bose. Bose, 2 év szolgálat, kedvenc futballedzője, André Villas-Boas. Bose 4 éves német juhász, lassan 2 éve hűtársa Jimmynek. Úgy tűnik, hogy a lakásokban már laknak, miközben még tart az építkezés. 13 évnyi királyi katonai kiképző tiszti szolgálattal a háta mögött Jimmy és Bose ütős csapat. Most az épület oldalsó részéhez tartanak. A már ott lévő körzeti megbízottak hagyják őket bemenni először, hát ha a betörő erőszakos. A dörzsölt betörő könnyen besurranhatott a közös folyosóra. Bose hirtelen nezt hall a lakások mögül. Úgy tűnik, az udvarból jön. Rendőrség, megállni! Egy lépés se tovább, térdeljen le! Meg ne próbáljon elfutni! Ne fusson el! Ne mozduljon! Mutassa a kezét! Álljon fel! Jöjjön ide! Gyerünk! Erre! 2 méterre volt tőlünk. Szembenézett vele egy rendőrkutya meg a járőrök. Abszolút látszott rajta, hogy meglepődött a rajtaütésen. De leginkább a kutyától. Diadal. 1-0 Jimmy és a rohamjárőrök javára. Jó fiú. Itt van a mocsója. Ilyen-olyan szerszámokkal. Egyértelmű, hogy lecsupaszította az épületbe szánt kábeleket.
Észak-kelet a fémlopások meleg ágya, és semmi kétség, hogy a tolvaj szép kis summát kapott volna érte egy ócskavas kereskedőtől. Egy vagyon. Ja, pazarul lecsupaszította. Jó fiú. Jimmy egyéb holmikat is keres. Hát, ha talál egy fegyvert. Gyere! És előkerül valami a tettesnél. A ruházatában kést találtunk. Ez a kés a zsebében volt? Igen. Jó. Noha házi barkácskés, fegyvernek számít. Mehet is a fogdába. A jelentés szerint megpróbált betörni az épületbe. A bejelentő hívására mentünk ki. Letartóztatom betörés kísérletének gyanúja miatt is. A gyanúsított menekülő járműve egy kerékpár is lefoglalásra került. Jimmy a raktárba viszi, és felfedez valami ismerőset. Ez a piros bilincs, amit most felteszek a kormányra, azt jelzi, hogy majd visszakaphatja a biciklit. De az az érdekes, hogy már van rajta egy ilyen bilincs, tehát a bicikli nem először van itt. A betörési kísérlet vádját végül ejtették, mert nem találtak bizonyítékot. De a férfi beismerte bűnösségét kábellopás miatt. Egy év közmunkára ítélték, valamint 365 font pénzbüntetésre és bűnügyi költségre. Hajnali 6 óra van, véget ért a hosszú műszak. Jimmy és a kutyái levezetéssel zárják a munkanapot. Kutyás rendőrként sosem válunk el egymástól. Ma négylábúak hazajönnek velem. Szabad napokon házi kedvencek, munkában munkatársak. Kösz, jó kutya. A drogbűnözés elleni fellépés a rohamjáröröknek is kockázatos. Feltett szándékunk a bűnözők elfogása. Nekik kell levadászniuk a terjesztőket. Bishop Auckland, Durham megyében tipikus angol mezőváros. De ez sem mentes a bűnözéstől. Egy marihuána termelőről érkezett bejelentés. Állítólag csak pár napunk van, mielőtt leszüretelné. Úgyhogy sietnünk kell. Aki a drograzziát vezeti, Kev Salter. Kedvenc autója BMW X5-ös. Kedvenc sorozata a szökés. Kedvenc chipsze a sajtos hagymás. Tudja, hogy meglepetések érhetik. Veszélyes akció. Nem tudjuk, mi vár ránk a sötétben. Volt már, hogy áramot vezettek a bejárati ajtóba, vagy macsetével és kalapáccsal támadtak ránk. Az idegek pattanásig feszülnek, nem tudni, hogy ki vagy mi lesz az ajtó túloldalán. Rendőrség! 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 Pazar! Rendőrség! Ide fönn tiszta! Pazar! Megtaláltuk, amit kerestünk. Garantáltan nem saját használatra van. 51 tőre bukkantunk ebben a lakásban, ez már jelentős mennyiségű kanabisz. Az 51 tő 51 ezer fontot ér. Nem említve a szükséges felszerelést, ami körülbelül 15 ezer font. Azonban senki sincs itthon. Jobban szeretem, ha ilyen rajtaütéskor a gyanúsítottakat is le tudjuk kapcsolni. De mostantól körözés alatt állnak, és a kollégák előbb-utóbb elkapják őket. A cannabis termesztők rendszerint külön házat bérelnek az ültetvényeknek. Ritkán laknak ott, és csak a gondozás miatt ugranak be.
Az elsötétített függöny és a bekapcsolva hagyott tévé a gyanakvó szomszédok leszerelésére szolgál. A két hálószoba dugig van fűvel. Azt hiszem, hogy nagy zsákmányra bukkantunk. Szép! Úgy tűnik, a legjobbkor csaptak le. Azt nézem, hogy lassan már lehet szüretelni, de mintha még egy kis locsolás ráférne. Nem lesz egyszerű feladat. A technikusok nekilátnak a nyomok rögzítésének, a bizonyítékok dokumentálásának, hogy elkaphassuk a termesztőket. Van elképzelésünk, hogy kik ők, de bizonyíték kell. És bizonyíték van bőven. Órákba telhet. Egy ilyen ültetvény sok gondoskodást igényel, például napi 12 óra mesterséges fényt. Az összetákolt vezetékek miatt küszöbön áll a katasztrófa. Valószínűleg megrázna, ha bármihez hozzáérnék. Így senki sem nyúlhat hozzá, amíg a villanyszerelőink meg nem érkeznek. Ráadásul a tettesek megbuherálták a villanyórát is. A villanyórát keresem. Egy ekkora ültetvényhez rengeteg ventilátorra, fényre és hősugárzóra van szükség. Hajlamosak áramot lopni, mert egy vagyonba kerülne a fenntartása. Jól tudják, hogy az áramszolgáltató jelezne felénk, ezért megbabrálták a mérőórát, és egy rakás pénzt is spóroltak. Kev korábban gázszerelő volt. A mérőóra az mérőóra, nem? Az a gáz? Igen. Megnézed közelebbről? Látod? Megbuherálták. Efelől semmi kétség. Jellemző. A Kender termesztő lopta az áramot. Cannabis termesztés mellett áramlopással is meggyarúsítjuk, amint elkapjuk. Ez a mennyiség már nem kerül a dílerekhez, különben akár a gyerekeinkhez is eljuthatna. Folyamatosan harcolunk ellene, de ma nagy sikert könyvelhetünk el ezzel az eredménnyel. A bizonyítékok kétséget kizáróan alátámasztották, hogy a lakást bérlő személy egyben a kannabisz termesztője. Vád alá is helyezték drogtermesztés és eladási szándék, valamint áramlopás miatt. Jó érzéssel tölt el engem és a kollégáimat is, hogy eredményesen zártuk a razziát. A lakóközösségtől komoly és megalapozott bejelentést kaptunk, hogy intézkedni tudjunk. Paul Faulkner rohamjárőr szintén Bishop Aucklandben járőrözik, egy jelöletlen autó volánja mögött ül egy szeles estén. Paul Faulkner, 11 év szolgálat, hobbija a kertészkedés, kedvenc sportolója Jensen Button. Polgárőrként kezdte pályafutását. A társastáncok nagy kedvelője nem ismert tréfát, ha drogról van szó. Ez a nyári alkohol és drogellenes kampányunk első napja. Vegyük például a kannabiszt. Mindenkire más hatással van. Aki betépve autót vezet, halucinál, elalszik, vagy képtelen a kresztáblákra és a járókelőkre figyelni. Borítékolható a baj. Ki is szúr egy gyanús autót, ami hirtelen megelőzi? Hűha! Na lássuk! Jó estét! Öné az autó? Átülne a járőrkocsiba? Kérem a sluszkulcsot! Nincs annál jobb, amikor heves esőzéshez viharos szél társul. Hát nem ilyen estére számítottam. A sofőr a Toyotából átül a járőrkocsiba. Másik oldal. Hogy van? Havert várom. Magáé a kocsi? Bérelt. Miért van bérelt autója? A sajátomat összetörték. Más törte össze? Van jogosítványa? Van, csak most nincs nálam. Itt az útlevelem. Van jogsia, csak nincs magánál. Igen. Polt érdekli még valami. Az őszinteség a legjobb. Szívott füvet? Nem? Bűzlik tőle. A rohamjárőr tapasztalt orra ismerős szagot fedezett fel. Fűszagot.
Nem. Most mit tagad? Füveztem, de most nincs nálam. Szóval füvezett. Mikor szívta el? Egy órája. Van a kocsijában? Nincs. Nincs? Nincs. Biztos? Igen. Tehát egy órája elszívott egy jointot. És azt állítja, hogy most nincs drog magánál. Pedig olyan szaga van, mint aki most füvezett. A sofőr minden esélyt megkap, hogy tisztázza magát. Ha átkutatom az autóját, nem találok semmit? Egy kanabisz őrlőt. Egy őrlőt. Semmi mást? Meg cigi papírt. Semmi mást. Rendben van. Mivel erős fűszaga van, elvégzek egy gyors drogtesztet. Rendben? Angliában évente körülbelül 200-an halnak vagy sérülnek meg súlyosan bedrogozott sofőrök miatt. Arra kérem, hogy nyalja körbe a száját, az ínye széléig. Paul a legújabb felszerelést veszi elő, a drogtesztet. A hordozható apró szerkezet a kanabisz vagy a kokain leghalványabb jelét is kimutatja egyetlen nyálmintából. Most várunk egy kicsit. Hogy működik? Teljesen úgy, mint egy terhességi teszt. Csak ehhez nyára van szükség. Két vonal fogja megmutatni, mi a helyzet. Az egyik lesz egy kontrollcsík, ami sötét-pirosra színeződik, és ha van drog a nyálában, akkor megjelenik a tesztcsík is. 8 percet kell várni. A modern kütyű előtt sok idő elment azzal, hogy őrizetbe vették a gyanúsítottakat vérvizsgálat miatt. De most minden felgyorsult. Ha nincs piros csík, nem kell őrizetbe venni, és nincs szükség vérvizsgálatra. A sofőr a bérelt kocsi akúja miatt aggódik. Lekapcsolhatnám a lámpát? Nyugalom. Azt a 10 percet kibírja az aksi, míg a kocsimban ül. Én sem akarom lemeríteni. Hol vette volna fel a haverját? Hát itt. Ja, hogy itt? És hová készülnek? Kocsikáznak? Aha. De a fickó nem óhajt csevegni. A piros csíkon jár az esze. Eljött az igazság pillanata. Őrizetbe veszem, drogos vezetés miatt. Központ, jegyezd, hogy pozitív a drogtesztje kanabiszra. Most bevisszük az őrsre. A fiatalember kétségbe esik a letartóztatás miatt. Ugrott a munkám, ugye? Hol dolgozott? A seregben. A seregben? Mióta? Egy éve. Pár szippantás miatt véget érhet katonai karrierje. Nyújtsa ide a kezét. Meg kell bilincselnem. Lekapcsolom a lámpáit. Látja, milyen rendes vagyok? Kimegyek az esőbe. Durván esik. Beérkeznek az őrsre, és azonnal vérvétel következik. Az eredményre 2 hetet kell várni. A vérben a megengedett kanabisz szint rendkívül alacsony, mindössze 0,2 ezrelék. Ezért már pár szippantás börtönbe juttathatja a delikvenst. I can see clearly now the rain has gone. I can see all criminals in my way. Haladjunk, jöhet a következő. A katona vérvizsgálata pozitív eredményt hozott. Egy évre eltiltották a vezetéstől, és 455 font pénzbüntetésre és bűnügyi költségre kötelezték. Egy veszélyforrás kiiktatva. Nagyszerű. Annak még jobban örülök, hogy egy drogos sofőrrel kevesebb. Bármi történik, ha a rohamjárőröket hívják, menniük kell. A volánnál Ian Squire, 17 év szolgálat. Kérdés, amit ki nem állhat, harap a kutyája. Kedvenc Bond ellensége, a cápa.
Egy volt bérlőhöz riasztják, aki biztos urrant a régi lakásába. Miután betörésnek semmi nyoma, rejti, hogyan jutott be. Bement az egykori lakásába és elbarikádozta magát. Érdekes lesz. Ha elbarikádozta magát, nem akar kijönni. Másrészt viszont... Ha erőszakoskodik, vagy támad, vagy megszök, nem mielőtt odaérünk, legalább a közelben vagyunk. A vidéki élet nyugodt és idilli lehetne, de nem ennek az Ashwiningi lakástulajdonosnak. Volt már letartóztatva? Nem hinném. A bérlőt egy hete kilakoltatták, mert nem fizette a lakbért, de nem vette a lapot. Melyik szobában van? Hogy jutott be? Nem tudom. Van másik bejárat a szobába? A konyha van arra, de ott nem meheted be. Nem tudom, hogy jutott be. Talán a kulcsjukon? Megszökhetett anélkül, hogy láttuk volna? Nem hiszem, mert a párom itt volt. Látnunk kellett volna. A tulaj zárat cseréltetett. Talán egy Houdini van bent. Vigyázz! Nem baj, ha betörjük? Csak paterolják ki, nem érdekel. Rendben. Utolsó esély, uram. Ha nem nyitja ki, betörjük. Nem ússza meg! Senki sem tudja, hogy jutott be a bérlő. De a barikád nem akadály a rohamjárőröknek. Távozzon! Távozzon! Érti? Fel a kezekkel! Kezeket hátra! Kezeket hátra! Azt mondtam, kezeket hátra! Letartóztatom betörésért. Álljon fel! Tudja, hogy kilakoltatták, ugye? Nem tartózkodhat itt. Nincs magánál semmi, amivel bántalmazhat. Elkaptuk. Miért lakoltatták ki? Nem fizetett? Nem. 3,5 ezret. 10 hónap. A volt bérlőnek 3500 font adóssága van, és mivel betörésnek semmi nyoma, ilyen nagyon kíváncsi, hogyan jutott be a lakásba. Ez az egyetlen bejárat a lakásba? A konyhaajtó és a teraszajtó. És a teraszajtó. Azokat megnézték? Be van zárva? Igen. Jó. Úgy tűnik, hogy a nem fizető vendég hazudik. Azt mondta, hogy amikor ma hazajött, az ajtó nyitva volt. Nem, az kizárt. Megfejtettük, hogy hogy jött be? Még nem. Ön zárat cserélt, ugye? Igen. Ez egyre furcsább. Kapott figyelmeztetést? 3-szor is. Először nagyon lágy szívű volt, a másodjára is, de mindig csak hazudott. Az őrsön megpróbáljuk kideríteni, hogy mi az igazság. Zárják be, nehogy visszajöjjön. Mivel betörésnek nincs nyoma, és a bérleti szerződés kissé zavaros, a Houdini klónt semmi szankció nem érte. Bár tudnám, hogy csinálta. A rohamjárőrök leggyakrabban autós büntényekkel találkoznak. Egyik nap egy... Jó napot! De nem minden munka egyszerű. Darren Cawthorn, beceneve Dazzler. Kedvenc étele kijevi csirke, kedvenc együttese a James. 13 éve harcol a közúti bűnözés ellen. Ma Middlesbrough-ban járőrözik, és valamiért gyanús neki a buszmegállóban álló Fiat Punto. Üdv! Öné az autó? A maga nevén van regisztrálva? Most vettem. Most vette? Van biztosítása? Nincs, értem. Tudja, anélkül nem vezetheti. Üljön át az én kocsimba és állítsa le a motort. Ez az autó ránézésre rossz állapotban van. Hallottam, hogy a kipufogó mekkorát szólt, és valaki jól belement oldalról. Mivel a sofőr bevallotta, hogy nincs biztosítása, egyszerű ügy lesz. Kiderítem, hogy ki az utas. Mi a neve? Az autót lefoglalom, mert a sofőr szerint nincs biztosítása. Kérem, üljön itt és várja meg, amíg végzünk. Csak közben elkérem a slossz kulcsot. És a második csapás. Nem elég, hogy a sofőrnek nincs biztosítása, még joga sincs, hogy vezessen. Csak felteszek pár kérdést. Van most jogosítványa? Nincs.
Eltiltották a vezetéstől? Nem. Kitől vette? Múlt héten a Facebookon. Múlt héten? Igen. Halló! Elnézést, hol van a pártfogó felügyelet? Nem tudom. Lejjebb az úton. Megy még egy kicsit, és ott. Arra? Eddig minden rendben, a fickó barátságos. Deren utána jár, hogy ő-e a tulajdonos. Utána néznél a járműnek? Van egy kis gond, a kocsi nincs az öd nevére írva, és semmivel sem tudja bizonyítani, hogy valóban a magáé. Honnan tudjam, hogy nem lopta-e? Ezt a kocsit én vettem. Elfogadom, hogy azt mondja, vette a kocsit, de a jelen helyzetben úgy tűnik, hogy valaki másnak a kocsijában ül, más névre van iratva, más nevén van a biztosítás. Központ, hallgatlak. Nem lehet lopott. Múlt héten vettem. Nem csoda, hogy gyanús. Ha a kocsit eladták, a régi tulaj lemondta volna a biztosítást. Megerősítenéd, hogy nincs eltiltva? Nincs eltiltva, de jogosítványa sincs semmilyen jármű. Nincsenek papírjai. Akkor őrizetbe veszem jármű önkényes elvételéért. A jármű önkényes elvételének vádja sokkolja a sofőrt, és már nem olyan barátságos. Enyém a kocsi, de őrizetbe vesz. Felmerült a gyanú, hogy elvette a járművet. De én nem loptam, ember! Őrizetbe veszem jármű önkényes elvételének gyanúja miatt. Még nem beszéltem azzal, akinek a nevén van, honnan tudjam, hogy odaadta magának. De akkor ott lenne a rendszerben, hogy lopott, nem? Nem feltétlenül. Az őrizetbevétel teljesen felborítja a sofőr sűrű napját. Be kell mennem az őrse, de nekem dolgom van. Kérem, nyújtsa a kezét. A rutin eljárásnak tűnő ellenőrzés bonyolódik. Őrizetbe veszi? Igen. Azt állítja, hogy ez a kocsi lopott. Azt állítja, hogy lenyúltam a kocsit. Bevisz az őrsre. Még a végén sítre küldenek. Vágdállon! Vágdállon! Te állon vágod, én megtaposom. Vége a játéknak. Csillapodjon már le. De őrizetbe vesz a semmiért. Szedd ki a cuccomat a kocsiból. Miért vádol azzal, hogy lenyúltam? Őt nem vihetjük magunkkal, ha? Őt nem vihetjük magunkkal? Ha bevisz az őrse, őt akarom tanúnak. Csillapodjon már le! Adjon, hülye köcsög! Nyugodjon meg! Ne nyugtatgasson, különben állonvágom. Küldjem a furgont? Igen, azonnal. Bevisz, de azt se tudja, hogy miért. Maga ennyire zöldfülű még. Bevisz a semmiért. Megérkezik a rabszállító a sofőrért. A szidalmai lepattannak Derenről. Szálljon ki! Bezár a semmiért. Van valami a zsebében? Ja, a lóvém. Azon kívül? Semmi. Vigyázzon a fejére. Elég szokatlan reakció, hogy ki akarja rúgni a járőrkocsi ablakát. Az odaúton talán lecsillapodott. Ha tovább arcoskodik, leütöm. De sajnos nem. Mi van? Mi a probléma? Hogy behozott ok nélkül, mit gondol? Üljön le, és ne fenyegessen. Különben mit tesz velem? Mit csinál velem, na? Mit tesz velem, hülye köcsög? És tovább fröcsög. Hogy hozhat be lopásért, amikor a kocsi nincs ellopva? Volt egy utasom, miért nem jöhetett be? Amíg a gyanúsított őrizetben van és a Fiatot átvizsgálják, Deren felkeresi a valódi tulajdonost. És ez már ismerős. Egy fekete Fiat Punto. Jó napot, az ön kocsija? A társa kocsija? Igen. Elbeszélget a tulajjal. Ma reggel lefoglaltunk egy kocsit, egy fiatal ember vezette, és pont ugyanez a rendszáma. Előfordult, hogy megbüntették ön gyorshajtásért, vagy tilosban parkolásért, vagy bármiért, amit nem ezzel a kocsival követhettek el? Újonnan vette?
A tulajdonos tisztázta magát, és meglepődött, hogy a kocsiját klónozták. A rendszámtáblát lemásolták, és minden rosszat a másik kocsival követtek el. Számos okot tudok, hogy miért tehették. Például eszük ágában sem volt biztosítást kötni. Ott parkolhatnak, ahol csak akarnak. Olyan gyorsan mehetnek, ahogy akarnak, annak biztos tudatában, hogy se gyorshajtásért, se tilosban parkolásért nem kapnak semmit. Derent hívják a bűnügyi garázsból. Deren vagyok, hívtál, hogy van valami. Az első kereke rossz volt, és amikor felmentünk vele a rámpára, képtelen volt megkapaszkodni, majdnem leesett. Ellenőriztem a fékeket, a kéziféket is, és az is hibás. A gyanúsított fiátja egy négykerekű koporsó, de Derennek köszönhetően megy a vastelepre. Most pedig Deren elbeszélget a lefoglalt fiát előző tulajdonosával, akit az alvásszám alapján talált meg. Jó napot, Deren Coton vagyok a rendőrségtől. Egy ma reggel történt közúti ellenőrzés miatt nyomozok, ami érinti az ön régi Fiat Puntóját. Tavaly leadtam Ócskavasnak. Leadta? Igen. Ja nem, nem leadtam, hanem eladtam. Ócska autót kerestek az újságban. Már Ócskavas volt, nem? Igen, és megvették. Aláírtam egy papírt, és a vevő elhúzott vele. 100 fontot kaptam érte. A régi tulaj nem is tudta, hogy a kocsit nem zúzták be. Meg tudná mondani, hogy kinek adta el? Nem tudom, ki volt. Csak az állt a hirdetésben, hogy Ócskavassá vált kocsiját megvesszük. Ha már nem megy át a műszakin, stb. Megjelent egy férfi az autóért. Kérdezte, hogy beindul-e. Mondtam, igen, súlyadót nem fizettem már utána. Azt mondta, nem gond. Aláírtam az elismervényt, hogy onnantól nem az én tulajdonom, és ezzel mindent elrendeztünk. Nem bizonyítható, hogy kiklónozta a Phantom Fiatot, vagy hogy kilopta el. A sofőr szabadon távozhat. De a biztosítás nélküli vezetésért, a jogosítvány nélküli vezetésért és a hibás abroncsok és fékek miatt megbüntették. Egy évre eltiltották az autóvezetéstől, valamint 130 font pénzbüntetés és bűnügyi költség megfizetésére kötelezték. Eredményesen zártuk az ügyet. Egy biztosítás és jogosítvány nélküli sofőrt kiiktattunk egy évre. Az autót nem kapja vissza. A közösség is jól járt vele. Amikor bűnözők elfogásáról van szó, a tapasztalatnak nincs alternatívája, és a rohamjárőrök nagy része már több mint egy évtizede itt szolgál. A lényeg a megelégedettség. 20 év szolgálat után ma is ugyanúgy várok minden munkanapot. Soha nem rettegek a feladatoktól. Szeretek bejönni. Ezt az elért eredményeknek köszönhetem. Richie Gatland és Chris Lear is régi motoros. 37-11, mi is menjünk? Chris Lear, 19 év szolgálat, kedvenc kütyüje a faltörő, kedvenc sportolója Mike Tyson. Társa Richard Gatland, 15 év szolgálat, kedvenc étele a bélszín, kedvenc Bond ellensége Dr. No. Most jött egy hívás a Tízveli reptérről, hogy egy kis sportrepülő lezuhant a 23-as kifutón. Ketten több mint 3 évtizednyi tapasztalattal rendelkeznek. Azt hihetnénk, hogy már mindent láttak. De az élet mindjárt rácáfol. Jelentés érkezett, hogy lezuhant egy légijármű a Tisvelli reptérre, és valószínűleg még a kifutópályán van. Rohanunk a helyszín biztosítására. Meglátjuk, miben tudunk segíteni. Reméljük, nincs sérülés. A reptér helyi és európai járatokat fogad, de egykor II. Világháborús parancsnoki központ volt.
Az egyik leghosszabb kifutópálya Angliában, és néha előfordul, hogy a járműből kifogy az üzemanyag, vagy technikai probléma adódik. És ilyenkor le kell zárnunk a környező utakat, nehogy az érintett légijármű a közútra keveredjen. Perceken belül odaérnek. Látom, hogy már ott van a mentő és a tűzoltó. Arra kell ügyelnünk, hogy egyelőre más ne landoljon errefelé. Nem sokszor autózunk a repülőtéren. Pláne nem nemzetközi repülőtéren. Habár ez nem a Heathrow, de a balesetnek még vannak következményei. Le lesz zárva a reptér a légügyi vizsgálat miatt. A kifutópálya közepén vagyunk. Basszus. Basszus bizony, de legalább nincsenek sérültek. Madár? Vagy repülőgép? Nem, ez egy sportrepülőgép. Úgy is emlegetik, hogy repülőfűnyíró. Igen, ez a hátulja. Műszaki hibának tűnik. Tökéletesen landolt volna a pálya közepén, de az orrában valami tönkrement. Biztosítjuk a helyszínt. Ami pedig a mentőcsapatot illeti, nem szoktak hozzá ilyen törékeny járművekhez. Így a pilóta dirigál. Azokat és azokat a szegecseket ki. Óvatosan, nehogy megkarcoljátok. Most pedig gyerünk! Valaki fogja meg az előszárnyat. Ez az. Tartsátok pontosan! De hogy történt? Alapvetően a szél volt. Belekerültünk egy széllökésbe. Annyira erős volt, hogy lefékezett minket, irányíthatatlanná vált. Le kellett jönnünk. A pilóta épp repülőleckét adott, amikor kényszerleszállást hajtott végre. Csalódott vagyok, hogy nem tudtam elkerülni. És egy kicsit érzékeny a derekam, amúgy jól vagyok. Rosszabb is lehetett volna. De a lényeg, hogy Vininek sem esett baja. Inkább a büszkeségünk sérült, nem az egészségünk. Repülőgép baleset. Egy kicsit ciki. Ilyen balesetet látva nem bánom, hogy nem repülök. Az első ilyen volt. Láttam már egyszer egy repülőt, ami nem tudott szabályosan leszállni, de az egy darabban landolt a mezőn. Nagyon ügyesen csinálta, hogy az út közepére zuhant. Köszönöm, Timas. Az összetört sportrepülő és a csorbult büszkeség után a pilóta zsebe is reped. Ezzel egyelőre nem lehet repülni, meg kell javítatnom. Anyagi csőd. Este valószínűleg a folyóba ugrom. Elvinne? Ha egy rohamjárőr veszélyes bűnözőket üldöz, észnél kell lennie. Cleveland és Durham rohamjárőreinek folyamatosan készenlétben kell állniuk. Rendőrség! Nicky Thorns és Mark Gibbo Gibbins magasan képzett fegyveres tisztek pisztolyra és félautomatára. Mark Gibbins, 16 év szolgálat, kedvenc csapata a Middlesbrough, kedvenc sorozata a Dallas. Gibbót élteti a munkával járó hullámvasút. Nézzük meg, hogy minden rendben van-e. Társa Nicky Thorns, beceneve Nisi, kedvenc csapata Leeds United, kedvenc filmje a Bridget Jones naplója. Minden nap más, nem tudjuk, mire számítsunk. Van, hogy nem kell használni fegyvert, van, hogy kétszer is. Változatos. Ma egy Ford S-Max-szal indulnak járőrözni. És amikor van egy nyugodt pillanatuk, a fociról csevegnek. Mikor kezdjük a terem focit? Több nap is jó. Nekem a kedd vagy a szerda lenne jó. Akkor a szerdát választom. Hagyjuk a focit. Úgy tűnik, hogy valaki lesen áll. Állítólag öt ló szabadon kószál Metalbridge közelében. Julie, oda megyünk a 181-esen. Imádom a lovakat. Én nem. Imádom őket.
Torony iránt mennek, nagyon gonoszak. Jihá! Nikki nem rajong a nyerítő állatokért. Ha lóra bukkannak, Gibó felcsap cowboynak. Van a kocsiba kötél. Lasszóval befoghatnánk őket. Azt meg is kéne tanulni. A legjobb, amit tehetünk... Felhívunk valakit, aki tudja. Aha, egy barátot. Ez a 167-es? Metal Bridge-ben vagyunk. Hol a pontos hely? Ott lovakat látok. Közelebb kell menniük, de egy teherautó feltartja a lóerőt. Mint egy vonat, csak nem fütyül. Ahogy közelednek, Nikki kiszúrja a négylábú ellenségét. Ki van kötve? Elbeszélgetek vele. Szia! Gibó barátkozni próbál. Adok egy kis hüvet. Nem jön be. Rossz lóra tettem. Nem tudok segíteni. Hallgatlak. Két lovat találtunk, az egyik ki van kötve. Az a legfontosabb, hogy ne menjenek az útra. Nem tetszik neki. Szerintem ezek vándorlovak. De vajon hol lehet a táboruk? A vándorok gyakran a legelőn hagyják a lovaikat, akkor is, ha forgalmas út mellett van. Még ha meg is fognám, mit kezdek vele? A mező le van zárva. Ja. Szerintem hagyjuk, mert nyugodt. Hadd legeljen. És valahol még van három, hiszen ötöt mondtak. Egy kötéllel tényleg megfoghatnánk. Kellene egy terv. Gibó! Nikki kezébe veszi a gyeplőt, megtalálja az elszabadult lóláncát. Nem akadályozlak meg. És ha nem rántom meg erősen, Isten tudja, mi lesz. Bármi történhet. Jobb lesz a lovak közé csapni. Határozottabban? Ahogy mondod. Akkor az leszek. Ez a terv. Legalább jó irányba megy. Kezd nyugtalan lenni. Nem akarom feldühíteni. Nem. Már megtetted, Gibó? Kiment az útra. A paci nem kezes bárány. Szórakoznak velem. Erre. Gyere! Gyere! Végre! Gibó ügyesen manőverezett. Gyere szépen. Ez az. Jó van. Úgy tűnik, a suttogó beszéd beválik. No csak. Ezt is átadom. Lókötő vagyok. Összebarátkoztál vele. A nyugalom a lényeg. Érezze, hogy jót akarok. Ez az. Nem lett belőle rémálom. Lenyűgöző. Megkedvelt. Szerintem is. Ideje nyerekbe pattanni. Ne lovagoljunk tovább a témán. A kezem még lószagú. Gibó megtalálta új hivatását. Erre nincs kiképzés.